Az idei nyár rendhagyó lesz a koronázási szertartási játékok történetében, de immár biztos, hogy az immár majd egy évtizedes hagyomány mégsem szakad meg, jelentette be a Nemzeti Emlékhelye megtartott sajtótájékoztatóján Cserpalkovics András polgármester és Szikora János a Vörösmarty Színház igazgatója, a darab rendezője. Akik eddig nyomon követték a megkoronázott Árpádházi uralkodók történetét, bizonyosan kiemelt figyelemmel kísérik az utolsó Árpádházi uralkodó, harmadik András történetét. Az idei királyi napok az olyan lesz, mint amilyennek megszoktuk és megszerettük, minden olyan programelemmel, sőt kiegészítő programokkal is, ami miatt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az ország egyik legrangosabb történelmi fesztivál sorozata, rengeteg kulturális értékkel, és a családok apraja nagyja úgy hiszem, hogy jól tudja magát érezni Fehérváron augusztus 20 előtt ebbe a másfél hétbe, és nagyon nagy öröm, hogy ezen belül ennek a kis központi eleme a koronázási szertartási játék megrendezésre kerülhet. Augusztus 19, 20 és 21-én lesznek az előadások itt a Nemzeti Emlékhelyen. Az utolsó Aranyágacska címmel színre kerül a darab egyben összegzés és megerősítése annak, hogy az Árpádházi uralkodóknak köszönhetően Szent Istvántól, Szent Lászlótól, harmadik és negyedik Bélán átalakult ki a Magyar Királyság intézménye, amely ma is az egyik legfontosabb történelmi pillére a magyarságnak. Ha ennek az országnak a történelmére gondolunk, akkor a gyökér az az Árpádház, az a 300 év, ami gyakorlatilag életben tartja a mai napig ezt a nemzetet. Ez a 300 év tele volt konfliktussal, zűrökkel, zivatarokkal, de mégis egy fantasztikus életerőről tett tanúságot. Cserpalkovics András még elmondta, bízik abban, hogy rövidesen megkezdődhet a Nemzeti Emlékhely felújítása, ami méltó helyszíne lehet a 2031-es és 2038-as Szent István ünnepségeknek, illetve felhívta az idei ünnepségre látogatók figyelmét, hogy kombinált jeggyel látogatható lesz az Árpádház kiállítás és a koronázási játékok is.